nem nehéz feladat ez, mert amikor valamilyen feladattal készülünk, akkor mindig a határon kívüli nagy magyarságra is gondolunk, mert ha innen ünneplünk valamit, akkor őrájuk gondolunk, vagy őnekik küldjük az üzenetet. Mondjuk ennek a bálnak is az áll a igazi céljaként, hogy egy jótékonysági üzenete van, és ebben benne van az, hogy most is, és a 13 év folyamán mindig a diaszporában élő magyar iskolákat és magyar intézményeket támogattuk az adományokból. De nem csak a diaszporában élőket támogattátok, hanem tavaly például a kárpátai magyarságot is, ha jól tudom, már a délvidékit is. Ők is célban vannak. A felvidéki már volt. Igen, nagy öröm volt számunkra a kárpátaljai magyarokat támogatni, és igazán ez két éven át tartó feladat volt, vagy munka volt, mert két éven át ugyanannak az iskolának, az Eszenyi Bocskai István általános iskolának küldtük az adományt. Persze nem egy óriási nagy adomány, de tudjuk, hogy ahol rászorulnak a segítségre, ott ilyennek, ennyinek is megörülnek. Úgyhogy a kárpátai magyarsággal foglalkoztunk, és nagyon-nagyon öröm volt számunkra, hogy ki tudtak jönni magyar művészek, itt gondolván a Tarpai Vikire, akinek a gyönyörű filmét, a Sátán Fatya című filmet vetíthettük le, és a másik pedig képkiállítást tudtunk csinálni a kárpátaljai művészetről, a Pörl Jánosnak a fotókiállításaiból, amit most újból kiállítottunk azért, hogy lássák meg az emberek, hogy egy megismertetés legyen számukra.